Ma is folyamatosan oltanak az idős otthonokban és a kórházakban, sőt a miniszterelnökség államtitkára György István a mai operatív törzs tájékoztatóján azt mondta, a hétvégén sem állnak le az oltásokkal. Eddig már több mint 78 ezeren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát Magyarországon, de az utánpótlás is biztosított. Kedden két újabb szállítmány érkezett, köztük a Moderna első adagoltóanyaga. Jó hír ugyanakkor, hogy a Pfizer vakcinából több áll majd rendelkezésre, az ampullákat ugyanis túltöltik, így 5 helyett 6 embert lehet beoltani egy üvegcséből. Lezárt, száraz jéggel teli dobozban hozták a koronavírus vakcinát szerda reggel a Kecskeméti Margaréta idős otthonba. A gondozottak és dolgozók többsége kérte az oltást, most első körben összesen 105-en kapják meg. Ehhez mindent alaposan előkészítettek. Kitöltöttük a nyilatkozatokat, dokumentumokat, ami az oltáshoz szükséges. Tájékoztatták természetesen a lakókat és dolgozókat, hogy miről van szó, melyik vakcinát fogják kapni. És hát védőeszközöket biztosítottunk, meg lett szervezve, hogy melyik lakónk hol kapja meg az oltást, tehát még a lakókat sem feltétlen mozdítjuk el a helyükről. Folyamatos az oltás az idős otthonokban és a kórházakban, már több mint 78 ezeren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát itthon. A következő napokban pedig további 51 ezer embernek adhatják be. Kedden újabb két szállítmány érkezett Magyarországra, amelyekből az összes oltópontra kerül. Rendőri kísérettel egyenesen Belgiumból hozták az első adag Moderna vakcinát, összesen 3600 ember beoltására elegendő mennyiséget. Ez nagyjából ugyanazon az elven működik, mint a már ismert Pfizer vakcina. Ebből is két adag kell, de nem kell mínusz 70 fokon tárolni, hanem csak mínusz 20 környékén. Közben a Pfizer negyedik szállítmánya is befutott, ebből több mint 47 ezer ember tudnak beoltani. Mostantól egy ampullából az 5 helyet már 6 adagot is ki lehet nyerni, amit engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. Ez nem jelenti azt, hogy valaki kevesebb oltóanyagot kap, hanem a gyártó jelentősen túltölti az ampullákat, és ahol megfelelő tűt és fecskendőt használnak, ott egy 6. adag is biztosítható. Hazánk már el is kezdett az új eljárástrend alapján oltani. Az engedélyezett vakcinák védelmet nyújtanak a koronavírus mutációja ellenére is, mondta Jakab Ferenc a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A virológus kiemelte, a magyar-osztrák oltóanyag fejlesztése is jó ütemben halad. Alapjában nem fog annyira megváltozni a vírus, hogy valamilyen szintű védettséget a mostani oltás is ne adjon. Elképzelhető, hogy ahhoz, hogy tökéletes legyen a védettségünk, majd egy újabb vakcinát, egy újabb oltást kell kifejleszteni, de az szerintem már csak az óvintézkedés és a túlbiztosítása ennek. Fontos lesz a maszkviselés addig, amíg el nem érjük a tömeges immunitást, erről már Rusvai Miklós beszélt az M1-en. A víruskutató a Pfizer és a Moderna oltóanyagokról elmondta, hatóanyaguk lényegében ugyanaz, egyéb összetevőikben, a konzerváló, stabilizáló szerekben különböznek. Emellett a Pfizer oltását 3 hét, a Modernáit 4 hét után kell megismételni. Mindkét vakcina a második dózist követően körülbelül 1 héttel ad védelmet. Rusvai Miklós kiemelte, az oltóanyagok a betegség kialakulása és súlyos lefolyása ellen védenek. A járvány végét azt jelenti, hogyha az oltott személyek, akik esetleg mégis megfertőződnek, sokkal kevesebb vírust ürítenek a környezetbe, a többiek pedig ugyanabban a légtérben, akik vannak, azok szintén rezisztensek, immunisak a betegségre, tehát a kettő együtt azt jelenti, hogy kevesebb vírus ürül, nehezebben betegszik meg az, aki esetleg mégis belélegzi, következésképpen a járvány megszűnik. Magyarországon egy előre meghatározott terv alapján halad az oltás, az egészségügyi és szociális ágazat után a 60 évnél idősebb krónikus betegek, majd a rendvédelmi dolgozók jönnek a sorban. Aki szeretné megkapni az oltást, annak regisztrálnia kell levélben vagy interneten a vaccinainfo.gov.hu weboldalon.